Az egész jó volt, legviccesebb ez a bajuszos sztori volt, azt tuti. Megértjük a zsűrinek, hogyha megkapjuk a szabadkartját, akkor levalljuk a vezetőnknek a bajszát. Hát, ígéret szép szó, ha betartják, így jó. Már a zsűriből fogunk kivenni egy áldozatot. Az lenne csak a jó. Nagyon sokáig próbáltunk a községnek a kultúrházában, ott volt egy ilyen próbaterem kialakítva nekünk, de az leégett. Gondoltuk, hogy akkor veszünk egy parasztházat, ott kialakítunk magunknak egy termet, és ez most már odáig fajult, hogy most már van ott egy múzeum, egy kávézó, csomó embert el tudunk szállásolni, így jól beindultak a dolgok. Az Irosvai Fesztivált már több éven keresztül szervezzük, idén harmadik alkalommal. Baráti együttesek jönnek hozzánk, meg a környékről is, ugye szülők előtt fellépnek a kicsik is. Ugyanúgy szeretnék teljesíteni, mint múltkor is, mert szerintem mindenki a maximumot hozta ki magából, és hogyha ezt csinálok most is, akkor jó esélyünk van. A lényeg, hogy önmagunkat hozzuk, igen, nem igen. Kell megjátszani semmit.